Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Balmazújvárosi Hírmagazin november 19-i adásán. 12-én pénteken a polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatót Magyar Bálint, a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke. Magyar Bálint véleménye szerint a jövő évi adótörvények és a költségvetés kormányzati tervezete nem javítja a társadalom szegényeinek helyzetét. Elhangzott, hogy az infláció ellenére a jövedelemadósávok változatlanul hagyása legalább 0,5%-os átlagos adóteher növekedést jelent. A ritka alkalom, hogy szabad elvű politikussal találkozhatunk a régiónkban. Általában ezt a régiót a koalíciós vezetők szokták felkeresni. Minek köszönhetjük most a látogatását? Debrecenben lesz az SZDSZ küldőgyűlése, megyei küldőgyűlése, amin részt veszek, de én gyakran járok ide, hiszen a feleségem Hodosán Róza, az Biharból való darvasi lány, tehát oda elég gyakran hazajárunk az édesanyjához, meglátogatjuk, és a testvérei is jelentős részben a környéken élnek, tehát Beletyújfalon, Furcán, úgyhogy nekem ez a környék az elég ismerős. Ennek a tájegységnek a sajátosságai talán még az országon belül is egy unikumnak számítanak. Mennyire lehet ezt érezni onnan a fővárosból? Na, aztán lehet érezni, és talán a kedves nézők nem tudják, én mielőtt a politikával hivatalosan foglalkoztam, tehát bekerültem a parlamentbe, azelőtt én agrárszociológus voltam egész hosszú időn át, a magyar falusi kulákság történetével foglalkoztam, hogy hogyan kerültek rá az 50-es években a kulákistákra, és mi lett ezekkel a családokkal, és a Szövetkezeti Kutatóintézetben dolgoztam, de gyerekeskedtem hosszú éveken át nyarakon keresztül Kecskemét környéki tanyákon is, tehát a szőlőkapálás, kacsolás, disznó legeltetés, tehén legeltetés, és a többi parégyűjtés a disznóknak, ez számomra nem ismeretlen tevékenység, disznóvágás telenként, és így tovább. Én azt hiszem, hogy a mezőgazdaság az egyik legsúlyosabb válságban lévő ágazat ma Magyarországon, és ennek a problémái nincsenek igazán rendezve. Úgy tűnik, hogy ennek az egyik központi kérdése a földbirtok viszonyoknak a kérdése, ami nincs igazán rendezve Magyarországon. 1990 után egyrészt a kárpótlási jegyeknek a rendszere, másrészt az a bizonytalanság, ami keletkezett, ez körülbelül egy 1000 milliárd forintos tőke veszteséget okozott a mezőgazdaságnak. Részben, hogy kivitték a vagyont a mezőgazdaságból, részben pedig lerohadt. Hát mindenki tudja, hogy mi történt az állatállomány egy részével, az istállókkal, a telepekkel, amelyeket vagy széthortak, vagy lerohadtak. És ezt a tőke veszteséget azóta se tudta pótolni valamivel a mezőgazdaság. Az igazi kérdés az az, hogy hogyan lehet olyan földbirtok viszonyokat teremteni, amely nem taszítja a tőkét, amely vonzza a tőkét, és ami jövedelmezővé teheti, a jövedelmezőségnek az alapja lehet. Az a vita, ami arról folyik Magyarországon éveken át, hogy most magyarok vagy külföldiek vásároljanak földet, szerintem ez egy árvita. Az igazi kérdés, ami szerintem a helyben lakókat foglalkoztatja, hogy ők, akik helyben laknak, akik főhivatásszerűen a mezőgazdasággal foglalkoznak, azok hogy tudnak földhöz jutni. Mert ma Magyarországon az a helyzet, hogy a 70%-a a termőföldnek az távol lévő, nem helyben lakó tulajdonosok kezében van. Az SZDSZ, a Szabad Demokraták politikája az arra irányul, hogy ezen változtassunk, és most be is adunk egy földtörvényjavaslatot, hogy ezen a helyzeten radikálisan változtatni lehessen. 98 előtti kormányban ugye a Szabad Demokraták Szövetsége rányomta a bélyegét, a túlsúlyban volt a művelődési oktatási tárcánál. Azok a programok, amiket önök elkezdtek annak idején, azok nem igen tudtak mind befejeződni. Milyen utóéletük van ezeknek? Azok között a programokat, amiket még beszerettek volna indítani, meg fognak-e tudni a jelenlegi kormányzati ciklusban javarosulni? Három nagy terület van, ahol én úgy értékem, hogy egy konzervatív fordulat van, ami egyébként az ország kevésbé előnyös helyzetben lévő régióit is igazán érinti. Az egyik, amit kiemelnék, a Sulinet programnak a helyzete, az iskoláknak az informatikai rendszerben, internet hálózatba történő bekötés és rácsatlakoztatása. A középiskolák területén ezt megtettük egy év alatt. Ez egy világ első program volt, hiszen ilyen sebesen, ilyen gyorsan, sehol a világon a középiskolákat nem kötötték rá erre a hálózatra, és azáltal a program, amit elkezdtem, annak a programnak a jegyében mi az általános iskolákat is 4 év alatt
plusz a könyvtárakat rákötöttük volna a rendszerre. Ma már mindenki tudja, aki számítógépen tud dolgozni, és aki nem tud egyaránt. Aki tévén nézi azt, hogy a világ hogy alakul, és akinek van gyereke, és azért aggódik, hogy vajon az én gyermekem, pláne ezen a részén az országnak, igenis hihetetlen fontos kérdés, hogy megfelelő szakképzettséget, képzettséget nyer elő, tud-e boldogulni az életben. Azt gondolják a szülők, hogy vagyon nem tudok adni nekik, olyan jövedelmem nekem nincs, hogy támogatni tudjam egy életen, hát tudást kell adnom. És abban, hogy megfelelő tudást kapjon, azon áll vagy bukik, igazság szerint a boldogulása és az élete. És tudjuk azt, hogy az elkövetkező évszázad az az informatika, az információs társadalom évszázada. Megtanulja a gyerek a számítógépeken dolgozni, vagy nem. Ezért gondoltam, hogy nem lehet egy olyan helyzetet hagyni, amelyben azok a gyerekek, akik olyan családból jönnek, ahol a számítógép otthon megvan, azok hihetetlen előnnyel rendelkezzenek azokhoz képest, ahol ezek a számítógépek nincsenek meg otthon a családban is ez a tudás, mert akkor 10-12-13 éves korban olyan különbség képződik a gyerekek között, amit nagyon nehéz lesz behozni. Most én rendkívül sajnálom, hogy a kormány pont ezt a programot például hát nem teljesen leállította, lelassította, a végtelenség lelassította, tehát nem évi 1000-1200 általános iskolát köt be a rendszer, hanem csak 200-300 iskolát, ezzel 15-20 évre nyújtja el azt a 4 éves programot, amit meg lehetne csinálni, és egy Magyarországnak, egész Magyarországnak is egy lemaradást biztosít. De az esélyegyenlőség szempontjából katasztrofálisnak tartom, hiszen azt tudva levő, hogyha az a gyerek nem tanulja meg a számítógépen való dolgozást, akkor később sokkal nehezebben boldogul. Egy másik terület, amin én visszalépést érzékelek, de ezt már a kormány is érzi egyébként, hogy ez hiba volt megtennie, hogy a minőségi bérpótlékot megszüntették. Ez egy nagyon ellentmondásos dolog volt, hiszen a tanárok azok nagyon nehezen fogadták el azt, hogy saját maguk között is különbséget kelljen tenni. De én úgy gondoltam miniszterként, hogy a tanárok, akik naponta sok százezer gyereket osztályoznak egyestől ötösig, és mondják meg egy gyereknek, hogy te most jobb voltál, mint a másik, akkor ezeket magukra is érvényesíteni kell. Van jobb és van rosszabb tanár, és a jobb tanár, aki többet ad a gyermeknek, az kapjon többet. Ez szolgált a minőségi bérpótlék. Most, amikor ezt megszüntették szeptemberben, ez azt jelentette, hogy sok tízezer magyar tanár kapott jó néhány ezer forinttal kevesebbet októberben, mint szeptemberben. Mennyire köti meg az SZDSZ a polgármesteri és önkormányzati képviselőinek a kezét koalíciós kérdésekben? Igen, erre talán a polgármester tudna válaszolni, hogy kapott-e valaha is egyetlen egy utasítást bármilyen szintű SZDSZ központról, mert ilyen nem fordult elő, és nem is ez a célunk. Megbízunk azokon a jelöltekben, akik az SZDSZ színeiben elindultak, és Gál István példája is azt mutatja, hogy a településeken a polgármestereknek elsősorban a település érdekeit, az itt lakók érdekeit kell szolgálnia. Azt kell nézni, hogy mi az, ami az ő javukat szolgálja, és ennek vannak elkötelezve, ezért választották meg őket. És én úgy gondolom, hogy egy polgármester szakmailag felkészülten az adott település, nevezetesen most Balmazújváros lakói polgárai érdekében fejti ki a tevékenységét, akkor szabaddemokrataként csak büszkék lehetünk rá. Ami az olyan települések és városoknak a gondját illetheti, mint Balmazújváros, amit nem tudtam én sem megoldani, a pénzügyminisztériummal harcoltam meleget, de a mostani kormány sem vezette be és állította a helyre, az a probléma, hogy az itteni középiskolákban nagyon sok olyan diák jár, aki nem balmazújvárosi szülők gyermeke, hanem a környező településekről jár be. És miután az iskolai normatíva ellátás, amit kapnak központi költségvetésből, az nem fedezi a teljes oktatási költséget, a kettő közti különbséget az önkormányzat fizeti. Ez adott esetben egy kisváros esetében egy erős középfokú oktatással, ugye gimnáziummal, szakmunkás és szakközépiskolával, ez nagyon nagy terhet jelenthet, nem ismerem a pontos számokat, de feltételezem, hogy legalább a harmada a diákoknak, 50%, ugye, tehát ez azt jelenti, hogy 50% a diákoknak kívülről jár. Magyarul a balmazújvárosi lakosok fizetik a különbséget a nem balmazújvárosi szülők gyermekeinek a tanítatásáért is. És miután az önkormányzatoknak a pénzügyi helyzete elég rossz, és a jövő évben sem lesz sokkal jobb, hiszen az infláció mértékével nem növekszik a támogatása az önkormányzatoknak általánosan az egész országban, ez eredményezi azt, hogy nagyon sok középiskolát átadnak a megyéknek. Én ellene vagyok ennek a folyamatnak, mert nem szeretem azt, hogyha egy város a saját oktatási intézményeit átdobja, hiszen azért az alapvetően a városhoz tartozik, egy város helyi értelmiségi közösségébe, helyi közösségébe tartozik bele, tehát ez valóban egy problémát jelenthet, hogy ilyenkor mi történik ezekkel a támogatásokkal.